Mindig
veled volt, Rebeka. Senki más nem lehet fontos, hisz az arcát őrzi szíved, be is látom. Ő itt a győztes, nem hozzám tartozol. Amit szóba tart maga csak Rebeka, hát hogy szeres így engem, és nem bánom el én, hogy másként érez, hisz ő az álmod. Én érted bármit megtennék, s te szeresd csak őt. Szeres. Rebekát, hiszen én soha nem szerettem. Micsoda? Én teljes szívemből gyűlöltem Rebekát. Olaszult, közönséges és romlott. Képtelen volt a szerelemre. Hamis életet élt, aki látta csak őt. Mint tévajult a térdepelt, bájerős bújja kegyek, bát szegény, pont úgy, mint én. A mosolya édes volt, s pál szedén, minden férfi jól bedölt, pont úgy, mint én. Oda vittem előt, ha egy tetejére, hogy nézzük, Monte Carlo-t, hogy csúcsa mondtam. Aljas alkutaján legyen csak színház, lényege az, példás hitves játszom, viszont nem kell lesz max. S megvértem a portát, hát tűrtem én ezt a perdelmes széket, válást nem visel a Mendeli ház, és a családunk hírét mindenki védelekkel, persze tudta jól, gyere használtam fel. Úgy kísérte nyílt mosoly, hogy kényed, mint a tűz. Ködögben tűnt az arcom már, de most is rideg mosolyjal. Hozta a látszatot, és benne lép, hogy rendbe rakta a szemvitás, ez az alkotás. Dicsérje őt, ez Rebeka, hát te nem piszkolta túl soká, de a házi barát, ő vele tölti az éjeget itt. S azt szóltam rá, csak is úgy kaptam én, úgy vártott egy mosoly. Az egyik szeretője a saját unokatestvére volt. A neve Jack Pavel. Én ismerem Pavelt. Itt járt, amikor te Londonban voltál. Értem, mondtad el nekem. Értem, hogy ő is Rebekára emlékeztet. Rebekára emlékeztet, hiszen vitte őt, csak Rebeka üdvözlöm. A Londonból megjött egyszer, láttam, felnyúlt a fény, tudtam, a csóra házban jár, gondoltam, ott van nála Pavel, nem tűnhetem. És a hammegyer már belecsikkel ott a padlón, és csak néz, néz, s gúnyol még. Ez őrület fog bárkan a házuk, de porté, ne légy ocsmány, ha megkötsz egy alkut, azt ugye vár, te is tartod! Nézlem ködösen, hoztam már röhög. Mit szólsz a gyermet várni? Azt mondjuk majd külön vagy, s anyának jó leszek én. És rászállat mennelék rábizunk, és a példás kis nejed max. Anyai példát mutat már, s apját játszott te majd.
te szállalmas kis hős. Szállt a vér, megtökte még. Ő meg hanyat zuhat, nem mozdult, díva volt. Te jó ég, a fején jövötte meg, és már halak volt. A mélyvizet, ahol végül most valaki rátalált, így kőzött le hát, még a halálban is. Így kérdezett egy ég mosoly, mely híget minket tűz. Határoljál, ott van minden út, és várom a szót, a jeges út, a jeges mosoly. Senki sem tudja, hogy mi történt valójában. És nem is fogja megtudni soha. Még soha nem láttalak ilyennek. Eltűnt a szemedből a gyermek. Már nem az vagyok, aki volt. Szemembe tudsz nézni ezek után, és képes vagy még azt mondani, hogy szeretsz. Szeretlek. A világon mindennél jobban szeretlek. Fotója van az összes újság címlapján. A sajtó most hónapokig ezen fog csámcsogni. Virgelszok. Mi történt valójában a Mendelé öbölben? Rejtélyes módon a parton csak pár méterre süllyedt el Rebecca de Winter vitorlása. Teljes hírzálat Mrs. de Winter múlt évi halálának ügyében. Tedd le azokat az újságokat! Jó reggelt, Robert! Reggelt, Mrs. Winter. Mr. de Winter a könyvtárban van, Julian ezredessel. Micsoda? Julian ezredes fél órája érkezett bejelentés nélkül. Szóljak neki, hogy itt van? Nem, köszönöm. Nem akarom zavarni. Jó reggelt, Pi! Jó reggelt! Istenem! Szóval tudod, mi történt.
hiszen mindenki erről beszél. Most újra előveszik ezt a kellemetlen ügyet, és ki fogják vizsgálni Rebecca halálának körülményeit. Baleset volt. Persze, mi az. De hogy történt? Hogy Maxim valaki mást azonosított Rebeccaként? Meg volt zavarodva a fájdalomtól. És mit keresi Julien ezredes? Ki kell hallgatni a Maximot. Puszta formaság. Új nyomozást indítanak. Igen. Lefolytatnak egy előzetes vizsgálatot, és az esküdtszék majd ez alapján dönti el, hogy vádat emelnek-e. Szegény Maxim. El sem tudom képzelni, milyen eredménnyel zárulhat egy új eljárás. Semmilyen ne bír. A vizsgálat majd megint kideríti, hogy baleset volt. Maximnak nincs mitől tartania. Jó, hogy te itt vagy, hiszverődik ő. A két együttlik kell a biztatás. Te mindig helytálsz majd bár, hogy jön a víz. És óvod, mikor nincs támasz a senki más. Kívül
bárkivel is meg kellene osztanom, hogy hogyan szeretném átrendezni az otthonomat. Ellenben most közölnék magával valamit Mrs. Devers. Nos, jó volna más virág, ne lássak több rojtkort videát. Tudjuk, hogy téli kert, rendezzük most át. Tudjuk, hogy ezt szerette Mrs. Stepinter. Olyan dokszak van az is, aki észre összesen jó soká. Mrs. Stepinter rosszolna. Nos, hát, ha nem tudná, Mrs. Stepinter. A levezetésével Nathaniel Harridge vizsgálóbíróra bíztam meg. Mr. Winter, kérem foglaljon helyet. Mr. De Winter. Ön az elmúlt év június 23-án egy holttestet, Rebecca de Winterként, a holt feleségeként azonosított. A holttest a tengervíztől már teljesen szétválott, azt hittem, hogy a feleség. Rebecca de Winter vitorlásának a kiemeléséről. A következő áll benne. A kabinban egy holttestet találtunk. Rebecca de Winter holttestét. Vajon a felesége? Miért nem kísérelte meg elhagyni a süllyedő hajót? Honnan tudhatnál? Mert be volt zárva! A fedélzeti lejáró le volt zárva! A zárva volt az ajtó, mondd ugyan miért, ha nyitva hagyták volna, most kísérne vissza a holtam nagy vélyében.
Mr. De Winter? Gyakran előfordult, hogy a felesége egyedül ment ki a tengerre? Rebecca remek hajós volt. A vitorlás kitűnő állapotban volt, senki sem gondolta volna, hogy felborulhat. A hajó nem is borult fel? A révkapitány jelentése teljesen egyértelmű. A hajótesten, a kajüt alján több lyukat találtunk, és ezeket nyilvánvalóan belülről ütötte valaki. A hajót szándékosan rongálták meg belülről, és szándékosan zsűlyeztették el. Köszönöm, ezredes! Mr. De Winter, tudott ön a hajó sérüléseit? Honnan tudtam volna? Tehát meglepült, hogy a hajót szándékosan sülyeztette? Természetesen meglep, micsoda kérdés ez? Azt kell feltételeznünk, Mr. De Winter, hogy vagy a volt felesége rongálta meg a hajót belülről, mert így akart öngyilkos lenni, vagy valaki még ott volt vele aznap éjszaka, aki elsülyeztette a hajót. És ez esetben gyilkosság történt. Ezt most miért nekem mondja? Mr. De Winter, hogyan jellemezné a viszonyát volt feleségével? Voltak problémáik? Jelentsen ez a házasságon. Visszautasítom. Visszautasítom az eféle gyalázatos feltételezéseket! Mr. De Winter, elálljunk! A meghallgatást berekeztem. Pénteken délután 2 órakor folytatjuk. Sem érdemes, Danny. Mindig szívesen jövök mellébe. Mit gondol most, mit tesz? Ki tudja? A tiszteletre méltó Maximról az esküdszék nem fogja kimondani, hogy gyilkos. Ha csak. Valami egyértelmű bizonyíték rá nem kényszeríti őket. Most menjen el! Nem lenne jó, ha itt találnál. Nem, Danny. Maradok. Valami nagyon fontosat kell megbeszélnem Mr. De Winterrel. Ahogy gondolja, Favell. Én figyelmeztettem. Hé, Frith! Hozza már nekem egy viszkit! Mr. Favell. Maga meg mit keres itt? Ki engedte be ide magát? Látom, már egészen kipihent a rosszul létét. Mrs. De Winter. A férje mindjárt itthon lesz. Az nagyon jó, mert fontos megbeszélni valamban vele. Mit akar, Father? Hogy mit akarok? Ami kell, csak egy ház. De nem is kastély, csak egy villa, a ház elé egy kadrió, és egy egész pince, vöfklikó. Mert én akár a többi marha, a munka révén vártam volna pénzt, de mára megtanultam már, ezerszer jobban jársz betartva az üdvös fő aranyszabályt. Nem szól szám, s lő a bankszámlám, mert mindig kéz most kezecskét. E titkos láncban a cinkosság, diszkréten ezt így szokták, s a csendért jár fizetség. Londonban öltönt kéne bennem, és hanvad vár a szállás meg a part, ahol is szórom majd a pénzt, s
mikor a készlet véget ért, kapott új bor innen már. Nem szól szám, stű a bankszámlám, mert mindig kéz most kezecskét. E titkos láncban a cinkosság, diszkréten ezt így szokták, s a csendért jár fizetség. Na persze, ön Maxnak fogja a bártyát, eltartsa ön, de fényes ház. Henyélhet, bátran hátra tőlhet, de ha nála baj van, bizony az önnek is nagy gyász. De nem szól szám, s lila van számlám, mert mindig kéz most kezecskét. E titkos lánc van a cinkosság, a jó házban ezt így szokták. Kifelé. Egy kicsit több együttérzést, Max. Rebeka mégiscsak a kedvenc unokahúgom volt. És amit ma hallottam, azt igazán nem könnyű megemészteni. Lyukakat ütöttek belülről a hajóteste. Ki tehet vajon ilyet? Térjél a lényegre. Nekem. Bizonyítékaim vannak, hogy nem öngyilkosság történt. A bizonyítékaval jut esel a hatóság. Igen, ezt kellene tennem. Csak hogy ez azzal jár majd, hogy egy bizonyos Maxim de Winter börtönbe kerül, és felakasztják. Szegény kis felesége pedig itt már özvegyel. Hát ezt nem venném a szívemre. Egyességet ajánlok. Én megtartom a bizonyítékaimat. Te pedig fizetsz nekem. Érted, ugye? Tökéletesen értem. És szerencsére Julian ezredes is elkísér. Ezredes úr, jöjjön be, legyen szíves! Jó estét! Remélem már jobban van, Mrs. Demeter. Igen, köszönöm szépen ezt. Ez itt Jack Favell, elhújt feleségem, unokabátyja. Valamit közölt szerepelne. Parancsoljon, Favell! Hát jó! Akkor beszéljünk nyíltan! Max jól tudja, hogy mi volt Rebeka és köztem. Szeretők voltunk. Ezt a levelet Rebeka küldte nekem kevéssel azelőtt, hogy a vitorlására ment, és állítólag megölte magát. Sajnos túl későn kaptam meg. Most jöttem meg Londonból, és kimegyek a csónakházba. Ott várlak. Mindegy milyen későn, de feltétlenül gyerek. Valami nagyon fontosat kell mondanom neked. Rebeka. Tessék, ír ilyen levelet egy nő, aki öngyilkos akar lenni. Ugye, mit akart önnel közölni Rebeka de Winter? Én csak azt tudom, hogy Rebeka soha nem lett volna öngyilkos. Nem volt rá semmi oka. Vagyis megöltük. A gyilkossághoz pedig indíték kell. Például egy férfi féltékenysége. Ha tudni akarja, ki a gyilkos, megmondom én magának. Ott állt ön, azon az átkozott úr arrogáns képére! Ön nagyon súlyos vádakat fogalmaz meg. Van erre bizonyítéka is? Minek? Nem elég bizonyíték az első esztett hajó? Nem! Bizonyíték nélkül egyszerű vádaskodás, amit mond. Van tanúja, aki alátámasztaná az állítását?
Na várjon csak! Pavel, ma délután ott volt a tárgyaláson. Miért nem adta át a levelet a vizsgálóbírónak? Mert pénzt akar. Szintiszta zsarolás. A zsarolás! Sohasem tiszta! Tessék! Itt a tanúja! Ben éjjel-nappal ott fényfele a csónakházban. Te nem voltál a gyilkosság éjszakáján. Mi történt? Ki vele? Ben semmit sem csinált, ben semmit sem látott. Emlékszik még az elhunyt, Mrs. de Winter? Kérem, ne vinni! Ben, te is észrevette valami szokatlant azon az éjszakán? Jártott még valaki Mrs. de Winteren kívül? Tudom, hogy láttad Mr. de Winter bemenni a házhoz! Mi történt azután, Ben? Mi történt? Megerősíteni az önállítását. Őszintén szólva maga még azt sem tudja bizonyítani, hogy igazat mondott-e a Mrs. de Winterrel folytatott viszonyára. Dehogy nem tudom! De nem várjon, nem a szavamba! Viszont a levél kötelességét nem vonom kétségbe. Ha tudnánk, hogy hol járt aznap Mrs. de Winter, és mit akart önnek mondani, talán megoldódna a rendszer. De hiszen Rebecca minden programját gondosan feljegyezte. Robert! Hívja be Mrs. Danvers-t! És mondja meg neki, hogy hozza magával Rebecca tavalyi naptárát is! Mrs. Danvers? Mrs. Danvers, a házvezetőnő! A házvezetőnő, igen! És ezen kívül Rebecca legfőbb bizalmasa. Ha valaki, hát ő biztosan meg tudja mondani, hogy Rebecca nem lehetett. Hivatott, Mr. de Winter. Julian Ezeles szeretne pár kérdést feltenni elhunyt felesége halálával kapcsolatban. Mrs. Danvers, ön jól ismerte a néhai Mrs. de Winter. Meg tudja erősíteni Mr. Favell állítását, miszerint Rebecca de Winter nem követett volna el öngyilkosságot? Mrs. de Winter határtalanul szerette az életet. Biztos vagyok benne, hogy én nem lett öngyilkos. Gyávaságnak tartotta volna, és ő nem félt semmitől. Az egyetlen, amitől rettegett, az a betegség. Milyen viszonyban volt Mr. Favell az Elvin Mrs. de Winterrel? Unokatestvérek voltak. Ne játsz meg magad, Danny! Pontosan tudod, mire kíváncsi. Én már megmondtam nekik, hogy Rebecca és én szerettük egymást. Mrs. de Winter nem szerette magát! Sem a férjét. A szerelem csak játék volt neki. A férfiakat mindig megvetette. Rebecca halála napján Londonban járt. 12-kor fodrász, 1-kor ebéd a klubban, Baker fél három. Ki az a Baker? Ezt a nevet soha nem hallottam tőle. Itt van a telefonszáma is, felhívnám, Mr. Crowley. Kérem, kapcsolja a 687-04-88-as londoni számot. Halló, Mr. Baker? Kivel beszélek? Milyen rendelés is ez pontosan? Köszönöm. Egy magánklinika. Dr. Baker ott praktizál. Nőgyógyász. Istenem! Persze! Rebecca teljes volt!
Nyilván ezt akarta elmondani, hogy apa leszek. És Max rájött erre! Hagyja, apa! Nem is! Rebecca maga mondta el neki! Hagyja, apa! Hiszen nála jobban nem tudhatta senki, hogy ő nem ejthette teherbe! Rebecca undorodott tőle! Hagyja, apa! Jól van, kicsikém, ne aggódjon! A Maxot felakassák! Ad a jó prank! Vigyázz magára, ne gyilags! Maxim! Holnap Londonban fölkeresem Baker doktort. Tegye, amit jónak lát. Magával megyek. Max, meg kell kérnem, hogy ne hagyj el Wenderley mindaddig, amíg ez az eset nem tisztázódik. Miért hagynám el? Ha megengedik, önnel tartok, ezredes úr. Már látta doktor Baker, mióta jár már hozzám. Ő gyógyász, ő tudhat mindenről. Megtöbbentünk, rá kérdés sem volt is. Nem! Ott hagyja úr! A eljárás eddig még csak el sem indult, még nem vádolnak senki, már kép kell ez a gyanúsítatás. Julian Edredesre vár, hogy ő tisztázza minden. A háttérben meg ott állva lent. A fickóba sem nyughat. Mit sejthet ez a patkány, mond? Ez tisztázódik, én meg tudjuk már. A kulcs most ott van, a nem gyógyásznál. Ám de ő nyilván titkot tar. És semmi kétség a diagnózisról. Igen, természetesen. Nem, én erről nem. Igen. Az esti vonattal. Kimegyetek. Mi történt, Maxim? Mit mondott az a Baker doktor? Minden másképp áll, így már teljes a kép. És érthető, hogy titkolózott itthon is. Milyen mesteri alkotás a terhesség álcolt. Mert ő beteg volt. Mi baja volt? Rák. Már túl késő volt, hogy megnyitsék. Az orvos csak 6 hetet jósolt. Ez alátámasztja az öngyilkosságot. Így már nem vádolhatnak semmivel. Szabad ember vagy, Max. Szabad. Nem tudom. Még nem hagytad el Wenderleyt, és csak te vagy az úrnőt, nem más! Nem más!
Maxim. Azt akarta, hogy én öljem meg, hogy ezzel is magával ráncsol a pusztulásba. Ezért provokált, és ezért volt az az önelégült mosoly az arcán. Többé nem tud ártani nekünk. A mélyben néztem, és vonzott az örvény, a lelkem mélyén halt voltam már. Semmi felnél, a körbevet sok könyörtel álljél. Mi történt volna akkor nélkül? Ez most már nem kérdés, vége a víznek. Ez nem a nap. Ez Mendeley!